A Palota negyed gyöngyszemei, avagy a részletek szépsége. Ezzel a címmel nyílt fotókiállítás a Bölcső utca 60 plusz programközpontban, amely Tolnai Pál Oczi Enikő művészettörténész és Szalai Sándor fotográfus különleges találkozásából született. 2014. októberében az építészet világnapjához egyik nagyon közeli szombaton a Nemzeti Múzeumban szerveztem egy palota negyedi sétát. És hát elég borúsan indult a reggel, kicsit izgultam, hogy eljönnek-e a résztvevők, de egy tucatnyian elindultunk, vállalva az esernyők hordozását is, és aztán észrevettem, hogy a közepe környékén már nagyon-nagyon vadul fotóz valaki, akivel a végén beszédbe is elegyedtünk, hát ő volt Szalai Sándor, aki már akkor rengeteg képet készített, aztán beszélgettünk a képekről első körben, és utána egyszer csak felvetett, hogy mi lenne, hogyha lenne ebből egy kiállítás. Úgyhogy így születtek meg aztán hozzá a szövegek is, és így válogattuk össze ezt az anyagot. Díszes homlokzatok, kapuk, napóra és szobor is szerepel a gyöngyszemek között. Minden képhez különleges történetek is kapcsolódnak. Az olasz intézetet az elhatározástól a megvalósításig 3 hónap alatt készítették el. Tehát ez nagyon érdekes. Tehát ilyen dolgok engem nagyon megleptek, és ezért is született meg az a gondolat, hogy Enikővel közösen hozzuk létre ezt a kiállítást, és ezért mondom azt, hogy ugyanolyan fontos szerepe van a szövegnek, mint a képnek. A kép önmagában nagyon szép, nagyon jól lehet dicsérni, viszont információ tartalom ott van a szövegben, is érdemes elolvasni. Az első kiállítást az Újbudai Kulturális Intézet munkatársai szervezték az Albert-Falvi Közösségi Házban. Most a Bölcső utcába, második állomására érkezett a tárlat. Parkos Krisztina képviselő reméli, hogy további kiállítóhelyekre is eljut majd, illetve azt, hogy a jövőben kerületi témát is feldolgoznak az alkotók. Én javasoltam Szalai Sándornak, hogy a 11. kerületben is nagyon sok szép 100 éves ház, illetve műemlékház található, és hogy esetleg érdemes lenne ebből is egy fotósorozatot készíteni. A Palota negyed gyöngyszemeit bemutató kiállítást március 22-ig lehet megtekinteni.